Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány kuratóriuma, a magyar labdarúgó válogatottat két világbajnokságon tudásra legjobbát nyújtva. Magas szinten képviselő a szurkolók körében köztisztelennek örvendő sportember Tóth József. A népszerű jogkal hűséges, odaadó társaként. A nyugodt családi háttér megteremtéséért kifejtett erőfeszítéseinek a csak nem fél évszázadig tartó hazai és finnországi közös életünk minden örömét és gondját megosztó. Férje súlyos betegségének utolsó éveiben is példamutató, önfeláldozó házastárs, felbecsülhetetlen értékű jelenlétének támogatásának elismeréseként Tóth Józsefné Kecskeméti Mária részére az Ösztreg Emil díj kitüntetést adományozza. Meghatódott, ezt láttuk a díjátadáskor. Igen, hát szerintem ezt mindenki meghatódik ezen a kisfilmen, aki ismerte a Józsit, a férjemet, és szerintem egy óriási nagy megtiszteltetés volt ez, a, hogy megkaphattam ezt a díjat, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Milyennek látta a férjet a pályán, mert itt írtak olyat róla, hogy aki utol akart élni, annak nyúlnak kellett lenni, aki pedig be akart küzdeni, annak oroszlánnak. Nagyon gyors volt a pályán, ugyan én nagyon kevés meccsét láttam, csak televízióval, mert nem voltam neki nagyon jó men állítólag a pályán, de a televízióba követtem, és tényleg egy nagyszerű játékos volt, úgyhogy le a kalappal. Ezek szerint nem engedte, hogy menjen a meccseire? Nem. Csak a végére mehettem ki, igen. És mit mondott, miért nem volt jó? Mert volt valami mérkőzés, ami nem hozott szerencsét? Igen, mert az első pár meccsen ugye kikaptak, mikor én végignéztem a meccset, és akkor azt mondta, hogy inkább csak a végére menjek. Mennyire volt a számára Újpest a második otthona? Nagyon szerette az Újpestet, élt hal az Újpestért. A barátai is csak újpestiek voltak, úgyhogy a szíve csücske volt az Újpest. Így, hogy már nincs önnel, szokott kijárni azért Újpest meccsre megnézni, vagy a tévébe megnézni az Újpest? A tévébe szoktam. Az az igazság, hogy egyedül nem szeretek sehova menni, mindig a párommal mentem. Most még hozzá kell szokni, hogy egyedül vagyok. Majd egyszer kimegyek most már oda is szurkolni az Újpestnek.